A legenda visszatér. Újra itt a Génius, Magyarország legsikeresebb kvízműsora. Új év, új sorozat, de most szintet lépünk. Fokozzuk az izgalmakat. Ez a Géniuszok Géniusza. Idén az eddigi legnagyobb koponyák, az eddigi legnagyobb nyertesek néznek egymással farkas szemet. Aki nyer, tovább megy. Aki veszít, kiesik. 16 versenyző, a 16 legnagyobb nyertes egy kieséses kvízbajnokságban, az ország legizgalmasabb kvízműsorában. Induljon a Géniuszok Géniusza! Sőt, a Géniuszok Géniuszában, tudják, az ATV kvízműsorainak 16 legjobb játékosának egyenes kieséses bajnoksága zajlik, és ott tartunk már, hogy a küzdelmek a legjobb négy közé jutásért zajlanak. A tét nem kicsi, hiszen a végső győztes 5 millió forinttal lehet gazdagabb, de az özdíjazás is 10 millió forint. Következzen egy újabb fantasztikus párbaj Dr. Hacsek Gábor és Kémeri György között. Kémeri György, a nyolc közé jutásért az ország egyik első nagy kvíznyertesét, Cserei Gábor győzte le egy nagyon szoros küzdelemben, a szuperdöntő utolsó pillanataiban. A tudására ma is nagy szükség lesz. Kémeri György! Jó estét kívánok! Jó estét, György! Most már régi ismerősként, mert nem először játszunk egymással, ugye csak az ellenfelek változnak. Milyen volt Cserei Gábor ellen játszani, aki ugye a Legyen Ön is Milliómosnak a legnagyobb nyertese volt, és hát egy 4-3-as döntőjátszmás óriási csatát láthattunk. Már a sorsolás pillanatában elkezdtem tőle nagyon tartani, de próbáltam őt kielemezni, korábbi adásait visszanézni, és hát egy nagyon-nagyon szoros kiélezett mérkőzésen tényleg a maximális játszmák szettek arányát kihasználva sikerült nyerni. Igen, hát az utolsó döntőjátszma az egészen fantasztikus volt ezzel a 3 perces szabállyal. Jól van, hát most jön egy újabb olyan ellenfél, akivel már nagyon jól ismerik egymást, de mégis ez egy különleges alkalom lesz ezen az estén. Érkezik Dr. Hacsek Gábor! Dr. Hacsek Gábor a selejtezőben Rajnai Gergelyt győzte le 4-2-re egy emlékezetes játékban, ahol még viccelődni is maradt energiája. Vajon ez ma is így lesz? Dr. Hacsek Gábor! Gábor, nagy szeretettel köszöntöm! És ha jól tudom, akkor az urak játszottak egy csapatban is korábban, ugye? Olyannyira, hogy a válogatott az 4 tagú, úgyhogy az első alkalomtól kezdve, amikor magyar csapat megjelent az Európa-bajnokságon, akkor a 4 tagú csapatnak mi voltunk 2 tagja, sőt, páros társak voltunk évekig. Mióta ismerik egymást az urak, mióta játszanak együtt? Én úgy satszolom, hogy egy 20 éve ismerjük egymást, még a kvízjátékosok klubjából, de aztán az angol nyelvtudás, illetve a megfelelő felkészültség hozott minket össze úgy, hogy egy hajóba ülhettünk, úgy, mint a kajakba, a páros versenyszámokba, az Európa-bajnokságok alkalmából. Rajna Gergelyen játszott, ugyebár itt az első fordulóban. Hogy ízlett ez az új versenyforma? Hát ugye végül is mi nem jutottunk el ez addig a hirtelen halálig. Igen, hát de 4-2 lett csak, 4-2 de akkor is 6 játszma volt. Lett csak, hát ugye persze nyilván az ember visszapörgeti utólag. Én azt gondolom, hogy azt a bravúrt sikerült megcsinálnom, hogy az első gomnyomós játékban 1-6-ról nyertem 8-6-ra, és én azt gondolom, hogy ezen múlt a győzelem. Számszakilag is, és talán lélektanilag is. Tehát lehet, hogy most még nagyobb bravúra lesz szükség, ugye, hiszen hát egy nagyon jól ismert ellenféle kell játszani, de ha jól tudom, ugye egy csapatban már játszottak, de egymás ellen még nem. Nem, soha. Akkor hát minden esetre a kvíz televíziózásban, akkor ez egy kvíz televíziós történelmi pillanat, hogy az urak most egymás ellen fognak megmérkőzni. Ráadásul ugye nem is kicsi a tét, hiszen az a kérdés, hogy melyikük fog, és csak egyikük fog a legjobb 4 közé jutni, és ráadásul ugye a legjobb 4 közé jutás már 1 millió forintos jutalommal jár.
úgyhogy a pénz is, és a presztízs is óriási. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy belevágjunk ebbe a fantasztikusan izgalmasnak ígérkező csatába. Így gondolják az urak, készen állnak? Én igen. Akkor kezdjük szokás szerint a kis témakör választásunkkal, ugyebár az első játékban a 10 állandó témakörünk közül a történelem és közélet, a film és tévé, illetőleg az életmód szerepelnek majd, és ezek közül történelem és közélettel Hacsek Gábor fogja kezdeni majd az első játszmát. Készen állnak a felek, remélem önök is, ez egy ritka pillanat, szép este lesz. Kezdődjék a párbaj! Gábor! Ki volt a harmadik Árpádházi királyunk? Abba Sámuel. Abba Sámuel, persze Szent István, Orzaló Péter és Abba Sámuel. 1-0, meg is van az első pont. Következő kérdés. Melyik uralkodó portréja került először brit postai bélyegre? Victoria királynő. Így van, helyes, ő volt az első, akinek postai bélyegre került a képmása. 2-0. Újabb kérdés. Kifestette az Impresszió a Felkelő nap című világhírű képet? Claude Monet. Claude Monet, így van, és hát tulajdonképpen ennek a címnek köszönhető, hogy ezt a stílust impressionizmusnak nevezték el. Már eleinte a kritikusok egy kicsit fanyalogtak, hogy ez meg micsoda, aztán kiderült, hogy hát a kritikus csak kritikus, a művész meg művész. 3-0, újabb kérdés. Melyik észak-európai ország lett a NATO 31. tagja 2023. áprilisában? Finnország. Finnország, ugye végül is megkapták tőlük is a beleegyezést. 4-0, újabb kérdés. Melyik felvidéki város bombázása után üzent hadat hazánk a Szovjetuniónak a II. Világháborúban? Kassai bombázás. Kassai bombázás, ugye hát erősen vitatják, hogy pontosan mi történt abból az alkalomból, de végül is megtörtént. 5-0, álló rajtot vett az ellenfél. De gondolom nincs meglepődve. Nincs. Nincs. Hogy nem vagyok. Igen. Csak türelmesen kell várni, hogy mikor lehet rabolni, de egyelőre Gábor rendíthetetlenül válaszolt minden kérdésemre. Következő kérdés. Kinek a nevéhez fűződik a budapesti önkéntes mentő egyesület, azaz a mentőszolgálat létrehozása? Kressz Géza. Kressz Géza. Így van, egyébként ugye Kressz Géza egy külföldi, azt hiszem angliai útján látta, hogy ez működik, és eldöntött, hogy itthon is meg fogja csinálni. 6-0, következő kérdés. Ki az az ungvári születésű művész, aki budapesti miniszobrainak köszönhetően vált ismerté? Nem tudom. György? Kolotkó Mihály. Nagyszerű a válasz, így van. Kolotkó Mihály, egy nagyon kis pici kis szobrocskák, és időnként úgy fölbukkannak a városban, vagy itt-ott. Szerintem nagyon szépen hozzátesznek a város hangulatához. Sikerült rabolni, 6-0-nál megállítani az ellenfelet, dr. Hacsek Gábor. Mi legyen a témakör, amiről beszélgessek Kémeri Györgyel? Életmód. Életmódról fogunk kérdezősködni. György, melyik sütemény áll leveles tésztából, rajta vaníliás krém, hab és a legtetején karamell réteg? Francia krémes. Na, szereti? Nagyon. Nagyon jó. Hát most nem tudok prezentálni, de mindenképpen hazafelé egyen majd. Jó? Vagy örömébe, vagy bánatába. 6-1. Következő kérdés. Melyik város adott otthont évekig a magyar színházi szakma legnagyobb eseményének, a posztnak? Pécs. Pécs, azaz? Pécsi Országos Színházi Találkozó. Egészen precíz válasz. 6-2. Újabb kérdés. Mi a neve a lakás erkélyszerű, de az épület homlokzati síkjából ki nem ugró fedett részének? Lodzsa. Ezt hívják lodzsának, egész pontosan. Van ott a lodzsa? Nincs. Nincs, de tudta, most ez elég. 6-3. Újabb kérdés. Melyik keskeny karimájú lapos szalmakalap kapta nevét egy osztrák színészről? Nem tudom. Gábor? Girardi kalap. Girardi kalap, így van. Alexander Girardi egy olasz származású, de osztrák, Ausztriában született színész volt, és ő előszeretettel viselt ilyen kalapot, tehát nem ő találta föl, de előszeretettel viselt ilyen kalapot, és akkor róla nevezték el Girardi kalapnak. Gábor visszarabolt 6-3-nál, milyen témakörrel kedveskedik neki György? Életmód. Életmóddal. Gábor, melyik hazánkban is gyárat alapító osztrák sörfőző mestert nevezték sörkirálynak? Dreher Henrik.
Nem jó a válasz. Dréher Antal. Dréher Antal, így van, Dréher Antal, idősebb Dréher Antal, a fiát is Dréher Antalnak hívták. 6-3-nál visszarabolt György, témakör. Életmód. Életmód, György. Melyik budapesti színház társulata ítéli oda minden évben a Rutkai Éva emlékgyűrűt? A Vígszínház. A Vígszínház, ugye hát Rutkai Éva a Vígszínháznak volt oszlopos tagja, és a kiemelkedő művészi teljesítményért, színészi teljesítményért ítéli oda a társulat. 6-4 közeledik Kémeri György. Következő kérdés. Melyik állat tejéből készül az eredetvédett olasz pecorino sajt? Kecske. Nem jó a válasz, Kám? Bivaj. Ne, az szép lenne, de ez nem az a mozzarella, igen. Ez viszont a pecorino, ez jobb tejéből készülő sajt, a pecorino sajt. Nem sikerült visszarabolni, úgyhogy maradunk az életmódnál és Kémeri Györgynél. Következő kérdés. Melyik múzeumról kapta nevét a budapesti múzeum körút? Magyar Nemzeti Múzeum. Hát, ott áll, és akkor, ugye eleinte a egy neve volt az egész kiskörútnak, és aztán földarabolták a tulajdonképpen három részre, és akkor hát ott a Nemzeti Múzeum, akkor legyen Múzeum körút, és akkor Múzeum körút lett ennyi. És időnként aprósákon múlnak dolgok. 6-5 egyenlíthet Kéveri György. Következő kérdés. Melyik kártyajáték fajtái a rabló és a kopogós? Az ultié. Nem jó a válasz. Römi. A römi, rabló römi és kopogós römi, különféle szabályrendszerek, de ugye az alap az ugyanaz. György nem tudott egyenlíteni. Gábor jön újra, témakör. Életmód. Életmód. Ha már nincs kéznél a bulvár, akkor jó az életmód is, ugye? Gábor, mit csinál, aki néhány percre forró vízbe helyezi, majd hirtelen lehűti a készülő ételt? Blansíroz. Nagyszerű, így van, blansíroz. 7-5 újra sikerült pontot szerezni. Következő kérdés. Melyik országban használtak először emojikat? Japánban. Japánban. Ez honnan tudja? Hát olyan japánosan hangzik a szó. Ja, értem, ennyi. Igen. Meg talán kicsit hasonlítanak ezekre a manga rajzszínfigurákra, talán ebből gondoltam még. Megnézem majd ilyen szemben is. De jó a válasz, 8-5. 2 pont kell még a játszma megnyeréséhez. Következő kérdés. Mi az a kenyérsütéshez kapcsolódó fületlen fonott kosár, amelyet gyékényből, szalmából fontak? Ez a szakajtó. Nagyon jó, a szakajtó vagy kelesztő kosár más. Kelesztő kosárra gondoltam, de hát ha tudok egy még jobb szót rá. És tudod, és igen. tudod. És én már meg is vagyok ezzel elégedve. Jó. 9-5-re vezet dr. Hacsák Gábor, játszma labdája van az 1-0-hoz. Következő kérdés. Melyik évtizedben rendezték meg első alkalommal a Művészetek Völgyét? Az 1990-es években. Nem, helyes a válasz, György? A 80-as években. 80-as években, ez tudja, vagy tipp volt, hogyha nem a 90-es, akkor inkább a 80-as? Elhatároztam, hogy én akkor azt fogom mondani. Jól határoztál. Nagyon nagy különbség nincs egyébként, 1989 volt az év, tehát hogyha nagyjából sejlett, akkor majdnem jó volt, de a helyes dátum 1989. Úgyhogy György még az utolsó pillanatban visszaragadta a pontszerzés lehetőségét témakörügyileg. Életmód. Életmód. Kedvesen egymásra találtak az életmód kategóriában. György jön. Melyik európai nép kedvelt édessége a churros? Spanyolország. Spanyolország. 9-6. Következő kérdés. Melyik jeles nap a farsangi időszak utolsó napja? Húshagyó kedd. Egész pontosan. 9-7. Következő kérdés. Mi Brazília hivatalos pénzneme? Real. Jó a válasz, így van, talán az lehetett volna becsapós, bár most már elég régen volt, hogy 1994-ig a Cruzeiro volt, a Real vagy Real. Jó, 9-8 egyenlíthet Kémeri György, és ugye ebben a játékban egyel is lehet nyerni. Következő kérdés. Melyik ország sajtos különlegessége a raclette? Svájc. Nagyon jó a válasz, így van. Ráolvasztunk sajtot, zöldségekre, húsokra, stb. 9-9, most Kémeri Györgynek van játszmolabdája ebben az első játszmában. Nézzük, hogy sikerül-e. Újabb kérdés. Melyik évtizedben szervezték meg először a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot? A 2000-es. A válasz helyes, így van, 2003 volt. És a 2000-es, ez jó válasz, 10-9-re Kémeri György nyert és vezet 1-0-ra a játékban. Nem nagyon bosszús, Gábor?
Egyáltalán nem. De, hát de ott volt, már játszom a labda volt, hát már csak be kellett volna, hát nem azt mondom, hogy gurítani, de hát azért hát nyilván egy kérdésre be kellett volna válaszolni. Hát... hát nyilván megtettem volna, hogyha tudom. Jaj, hát ki énekelte a rakletet a szájába? Azt igen, azt sajnálom. Az egészet, azt sajnálom. 10-9, ez is részben a játszva fordulatossága, részben a szorossága, hogy 10-9 mutatja, hogy hát ez egy korán sem lejátszott párbaj. Ha papírformáról beszélünk, akkor nem beszélhetünk papírformáról. Sok újat nem tudunk egymásról mondani, mert én Gábor agyi kapacitásának DNS térképét 100%-ig ismerem. Igen. És viszont? Abszolút. Igen. Amikor, így aztán az életmóddal elvontak. Amikor Gyuri játékát néztem a tévében, akkor én 95%-os valószínűséggel meg tudtam mondani, hogy ő fogja-e tudni a választ. Uha, az nagyon szép. Na, uraim, hát az a helyzet, hogy ugye 1-0-ra vezet Kémre György, hogy a következő játszmát Gábor fogja kezdeni, most amiatt, hogy ugye hátrányban van. De előbb nézzük, hogy melyik három témakör érkezik. Ez a tudomány és technika, az élővilág, illetőleg a bulvár, és ezek közül a tudomány és technika lesz a kezdő témakörük. Következik a második játszma. Gábor. Melyik szigetről kapta latin nevét a réz? Ciprusról. Ciprusról. Mert a latin neve Cuprum. Cuprum, Ciprus, helyes, ugye nagy rézbányák működtek az ókorban a szigeten. 1-0. Újabb kérdés. Melyik magyar fizikus és korábbi kultuszminiszter a torziós inga feltalálója? Ötvös Lóránt. Ötvös Lóránt, persze az ötvös inga. 2-0. Következő. Mi a répa vagy nátcukor tudományos neve? Szaharóz. Szaharóz. Kiváló. 3-0. Következő. Melyik országban található Bajkonur, a világ egyik legjelentősebb űrkikötője? Kazahsztánban. Kazahsztán, az oroszoknak komoly problémát jelentett, ugye, hogy már egyszer csak nem náluk volt. Igen. Bajkonur. 4-0. Újabb kérdés. Az év melyik napján van a nemzetközi Pi nap? Március 14-én. Mert hogy miért pont akkor? 3,14. Azaz harmadik hó, 14. Kísértetiesen úgy kezdődik ez a játszma, mint az előző, azt hiszem, akkor 6-0-ig robogott Hacsa Gábor, és akkor onnan kapaszkodott vissza Kémeri György. Menjünk tovább, Gábor. Melyik évtizedben történt a Kolumbia űrsikló katasztrófája? A 2000-es években. Tudja pontosabban is? Nem. 2003-ban. Igen. Történt ez, ugye, 2003. február. 6-0. Újabb kérdés. Melyik fizikai mennyiség fejezhető ki a hasznos és a befektetett munka hányadosaként? Ez a hatásfok. Kiváló. De fizikából, hát az orvos egyetemen tanulnak fizikát, de ennyire? Ez még gimnázium. Még gimnázium, te jó ég, ilyenekre emlékszik. Igen, nagyon jó a válasz. 7-0, ugye az előző játszmában 6-0-nál sikerült rabolni a Kémeri Győrnek, most már 7-0, és Gábor egyelőre nem adott támadási felületet. Következő kérdés. Melyik legendás olasz motorkerékpár neve jelent magyarul darást? György, tudja? Piaggio. Nem jó a válasz, de nem jár rossz helyen. Mert ez a Vespa, ami darazsat jelent, de Enrico Piaggio, amikor látta a terveket, és innen a Piaggio, ugye, azt mondta, hogy ez olyan, mint egy darás. És akkor Vespa lett a neve. De jó helyen járt, csak a kérdésemre nem ez volt a megfelelő válasz. Nem tudott rabolni György, úgyhogy továbbra is Gábor következik. Mi a nevük az azonos légnyomású térképi pontokat összekötő görbéknek? Izobár. Ezek izobár vagy izobárok, helyes. Így van, 8-0-2 pont kell az egyenlítéshez. Következő kérdés. Ki volt az a magyar származású kutatónő, akit tudományos munkássága nyomán napkirálynőnek neveznek? Nem tudom. György, tudja? Nem. Telkes Máriának hívják ezt a hölgyet, és ugye a napenergia hasznosítása terén volt fantasztikus az ő munkássága. Természetesen az Egyesült Államokban a Sun Queen elnevezést kapta. 1924-ben költözött az Egyesült Államokba 24 évesen. Gábor, következik újra.
Melyik savsóit nevezik szulfátoknak? A kénsavsói. A kénsavsói, a szulfátok, nagyszerű a válasz. 9-0 játszma labdája van az egyenlítéshez dr. Hacsek Gábornak. Íme a következő kérdés. Mi a fényáram mértékegysége? A lumen. Jó a válasz, így van, a lumen. Hacsek Gábor elképesztően jól játszott ebben a játszmában. 10-0-ra nyert és kiegyenlített, 1-1 az állás. Ahogy jó néhány témakörünk, ez a tudomány és technika is nagyon-nagyon széles, tehát nagyon sok minden belefér a lumentől az ametisztig és mindenféle, de úgy látom, hogy ez jól áll önnek, ez a tudomány és technika. Hát nagyon kevés rablási lehetőséget adott az ellenfélnek. Kémia versenyt nyertem általános iskolás, középiskolás és gimnazista koromba, illetve egyetemista koromba is, hát már ugye nyilván biokémia versenyt. De gondolom, György, amikor azt látta, hogy tudományos technika lesz, akkor sejtette, hogy itt nem, viszonylag kevés labdát fog kapni? Ilyen egyenlítés szagot éreztem. Egyenlítés szagot? Az nem lehet jó szag. Nem. Nem jó szag. Kémeri György szerzett vezetés, dr. Hacsek Gábor kiegyenlített. 1-1 az állás, hamarosan folytatódik a játék. És olyan fejfej mellett halad a dr. Hacsek Gábor és Kémeri György. Na, 1-1 az állás, ugye már a harmadik játszmában a gyors játékot fogunk játszani. Nyomógombosat, igen. Ugye 7 ponti 2-vel kell nyerni, a rossz válaszok azok mínusz pontot eredményeznek. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik a Balatonfelvidék legmagasabb tanúhegye? Gábor? Badacsony. Badacsony, nagyszerű, így van, a tanúhegyek fejedelme. 1-0. Következő kérdés. Melyik hangszer virtuóza volt Pásztori Ditta? György? Zongora. Zongora. Kinek volt a felesége? Bartók. Bartók Béla felesége volt, helyes. 1-1. Következő kérdés. Melyik üdítő ital feltalálása fűződik John Pemberton gyógyszerész nevéhez? György? Kóla, Coca-Cola. Nagyon jó, így van, hát ő volt az, aki ezt a szirupszerűséget föltalált, és akkor eleinte szódával itták, és ott akkor utána jöttek rá, hogy lehet azt egybe is gyártani. 2-1-re György vezet. Következő kérdés. Melyik parkokban gyakori fa kérge válik le hatalmas lapokban, a foltos mintát hagyva maga után? Gábor? Platánfa. Platán. 2-2. Következő. Milyen hangszerrel nem lehet verebet fogni a mondás szerint? György? Dobbal. Dobbal nem lehet verebet fogni. Nem lehet, másrészt ugye arról szól, hogy nem mindig az a módszer, hogyha kajabálunk, meg hangoskodunk, meg kifejtségük a terveinket, stb. Stb. 3-2-re Kémeri György vezet. Ki az édesanyja Baronics Gábor színésznek? Gábor? Ungár Anikó. Ungár Anikó, kiváló bűvész, Baronics Zsolt a... Baronics Zsolt volt a férje. Szaxofonos volt az édesapja, igen. 3-3. Következő kérdés. Melyik legendás zenekar énekese volt korábban a Piramis frontembere Révés Sándor? György? Generál. Generál, így van, 71-től játszott a Generálban, és 75-től volt a Piramis frontembere. 4-3-ra vezet Kémeri György. Következő kérdés. Ki az egyetlen labdarúgó Messin és Ronaldon kívül, aki aranylabdát tudott nyerni a 2010-es években? Gábor? Modric. Modric, Luka Modric. Modric. Helyes, így van. 4-4 az állás. Következő kérdés. Melyik csatát nevezik a három császár csatájának? György? Austerlitz. Nagyon jó, így van, az Austerlitzi csatát, ugye Napóleon küzdött első Ferenc és első Sándor ellenében. 5-4-re vezet Kémeri György. Következő kérdés. Melyik háziállat közeli rokona a babirussa és az örvös pekari? György korán nyomott. Gábor? A disznó. Disznó, házi igen. Sertés, igen. És még számtalan néven említhetnénk. Igen, bármilyen meglepő, a babirusza és az örvös pekari, a házi sertés. Ezt mondta volna? Ezt mondta volna. Egy picit korábban nyomott a keleténél. 5-5 az állás, ugye kettővel kell nyerni, vagy kettővel lehet csak nyerni. Következő kérdés. Milyen színű a szuper tunikának nevezett ruhadarab, amit harmadik Károly viselt a koronázás pillanatában? Gábor? Lila. Nem jó a válasz. György mondott volna valamit, vagy
Nem, tartozik. Aranyat mondanék, de... De az, és, jó, és az jó is lett volna. Aranyszín, ez a szuper tunika, és akkor erre jön még rá egy ilyen aranypalást is. Nagyon-nagyon sok kilogramnyi ruha, korona, mindenféle ruhák voltak, amiket viselnie kellett Károlynak a koronázáson, de hát azért duzzogva nyilván fölvette ezeket. Gáborról levontunk egy pontot, úgyhogy most 5-4-re vezet György. Újabb kérdés. Kinek a komikus költeménye a nagyidai cigányok? Gábor? Arany János. Arany János, újra 5-5 az állás. Újabb kérdés. Melyik dél-amerikai ország fővárosa Lima? György. Peru. Peru, helyes a válasz, így van, a 6-5-re vezet Kéméri György, játszmalabdája van a 2-1-hez. Következő kérdés. Melyik sportág kitalálója és szabályainak megalkotója volt a kanadai James Naismith? Gábor. Kosárlabda. A kosárlabda fűződik az ő nevéhez. 6-6, most nincs játszva labda, ugye 2-vel kell nyerni. Következő kérdés. Melyik költők született Felsőrácegres pusztán? Gábor? Így és Gyula. Nagyszerű a válasz, így és Gyula, 7-6. Mert Lázár Ervin Alsórácegres pusztán született. De kimondottan emiatt született az így és Felsőrácegres pusztán? Hát ő még nem tudhatta, hogy majd Lázár Ervin. Jó, persze, nyilvánvaló. 7-6, most Hacsek Gábornak van játszmalabdája a 2-1-hez, csak hogy egy újabb példáját lássuk, hogy mennyire kiegyenlített a játék. Újabb kérdés. Hogyan nevezzük olasz kifejezéssel az előadó művészek munkáját segítő menedzsert? Gábor? Impresario. Jó válasz, így van. Még ki se érdettem. 8-6-ra végül is elhárítva egy játszmalabdát. Hacsek Gábor nyeri meg a harmadik játszmát, és egy 2-1 arányban vezet. Fú. Hát ez sem volt könnyű, Györgynek is volt játszmalabdája, aztán Gábor be tudta húzni, sőt, 5-5-nél mínusz csinált, onnan jött vissza, és végül is 8-6-ra, tehát a héten egyel túlmelve tudta behúzni ezt a játékot. Na jó, de hát még korán sincs vége, hiszen ugye 2-1 az állás, és 4-et kell nyerni. Most ismét egy hagyományos játszma következik majd. Ezt Kéméri György fogja kezdeni, hiszen György van most hátrányban, de előbb megnézzük, hogy melyek azok a témakörök, amikből lehet választani. Már úgy látom, hogy nagyon jól ismerik egymást, hogy mit lehet és mit nem. Sport, nyelv és irodalom, illetőleg földrajz, amivel játszani fogunk. És az első témakörünk az a sport. Következik a negyedik játszma. György. Melyik világklasszis spanyol teniszező jelentette be 2023 májusában, hogy kihagyja a Roland Garrost? Nadal. Nadal, így van, most már nagyon sok sérüléssel küzd, és azt is bejelentette, hogy 2024-ben be is fogja fejezni a pályafutását. 1-0. Következő kérdés. Ki volt az az amerikai diszkoszvető, aki 4 egymást követő olimpián is győzni tudott? Al Örter. Nagyszerű, így van, 56 és 68 között megnyerte mind a 4 az olimpiát. 2-0, következő kérdés. Melyik svájci csapatot győzte le az FTC 1995-ben a labdarúgó bajnokok ligája főtábláján? A Grasshoppers-t. Grasshoppers ellen idegenben tudtunk nyerni 3-0-ra, ugye csoportmeccs volt. 3-0, következő kérdés. Melyik londoni futballcsapat tulajdonosa volt a Roman Abramovich? A Chelsea tulajdonosa. Chelsea tulajdonosa volt, és ugye aztán kitört az orosz-ukrán háború, akkor el kellett, hogy adja. 4-0. Következő kérdés. Milyen állat lett a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság kabalája? Rackajú. Rackajú, akit juhú névre hallgatott. 5-0, ez is gyors. Következő kérdés. Milyen poszton játszott Iváncsik Gergő, a Veszprém és a magyar válogatott legendás kézilabdázója? Átlövő. Nem jó a válasz. Szélső volt, méghozzá a testvérével együtt játszottak a két oldalon. Hát sokszor a testvérével játszottak, szélső játékos volt, így van, 270-szeres válogatott bal szélső volt. Gábor rabolt 5-0-nál, mi legyen a témakör? Sport, nyelv és irodalom, földön. Sport. Mit nem tud? Sportot nem tud? Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, hogy tudja a sportot, jó? Gábor, melyik város ad otthont a Forma 1-es olasz nagydíjnak? Monza. Monza, kiváló. 5-1. Következő kérdés. Melyik sportág legendája Joe Montana? A baseball. Nem jó a válasz, György tudja-e? Box.
Nem helyes. Ő az amerikai futball egyik nagysága volt, a San Francisco 49ers-el négyszer nyert irányító quarterback poszton, négyszer nyert Super Bowl-t. Marad az 5-1, továbbra is sportról beszélgetünk Gáborral. Következő kérdés. Melyik fővárosi kerület nevével egészült ki a BVSC elnevezése 2011-ben? Zugló, mert a Szőnyi úton van a stadion. Hát Zuglóban van, így van, BVSC Zugló, amikor ugye a kerület átvette az egyesület irányítását. 5-2, következő kérdés. Mely sportág kiválósága volt Körmöci Zsuzsa? Teniszezőnő volt, és Roland Garrost nyert. Hát abszolút kiváló, így van, egyesben is nyert, és párosban is. 5-3, következő kérdés. Ki az a 2021-ben elhunyt magyar sportoló, aki 1972-ben világbajnokságot nyert női tájfutásban? Monspart Sarolta. Remek a válasz, így van, ő volt az első nem skandináv világbajnok. 5-4, egyenlíthet Hacsek Gábor. Következő kérdés. Melyik sportág kiválósága Vojvoda Dávid? Ő kosárlabdázó. Kosárlabdázó, válogatott játékos. Megvan az egyenlítés, kipróbáltuk ezt a sportot. De egyelőre nagyon sportosan szágult velem, dr. Hacsek Gábor. 5-5. Újabb kérdés. Melyik sportág kiválósága volt a lett Mihail Tál? Sakk világbajnok volt. Sakk, nagyszerű. Így van. Hát ugye még a szovjet időkben, de lett nemzetiségi volt. 6-5-re Gábor megfordította a játszma állását, de még korán sincs vége. Következő kérdés. Melyik sportág olimpiai bajnoka a Christopher Dean Jane Torvill páros? Ők jégtánc páros voltak, tehát műkorcsolyában versenyeztek. Hát korcsolya, igen, ugye jégtánc, műkorcsolya, igen, de abszolút jó helyen járunk. Ugye 1984-ben Szarajevóban nyertek, és az nagy dolog volt, mert nem a szovjetek nyertek végre, hanem valaki más. 7-5, következő kérdés. Melyik népszerű testedzés ismert póza a lefelé néző kutya? Jóga. Ez egy jóga. A lefele néző kutya az egy ilyen egyszerű, az ember áll a lábán, leteszi a kezét, és közben ilyen csúcsos a, ott a feneke, lába, a keze. De úgyis, hogy itt a feneke, itt a keze, itt a lába. Attól függ, hogy onnan. Na ez a lefelé néző kutya. 8-5. Következő kérdés. Melyik alig néhány éves múltra visszatekintő sport került be 2022-ben a hungarikumok közé? Ez a... Tudom. György? Tagball. Ez a tagball, ugye magát a... Erre gondoltam, csak nem jutott eszembe a neve. Hát igen, mint Sylvester Stallone, tudtam, de nem sejtettem, ugye igen. Hát persze van az úgy, hogy az ember tudja, csak nem ugrik be egy név vagy valami. Valóban a tagball, ugye ez egy magyar találmány, maga az asztal, a játék, stb. Györgynek sikerült 8-5-nél rabolni. Mi lesz a témakör, Gábor? Maradunk a sportnál. Maradunk a sportnál. György. Melyik klub nyerte 2023-ban a hazai férfi vízilabda bajnokságot? Ferencváros. Jó a válasz, a Ferencváros az OSC ellen nyertek. 8-6. Következő kérdés. Melyik egykori bányászváros csapatában kezdte labdarúgó karrierjét Grosics Gyula? Tatabányai Bányász. Nem jó a válasz, Gábor. Hanem Dorogon. Dorog. Helyes a válasz. Újra Gábor következik majd 8-6-nál. Mi lesz a témakör? Földrajz. Átérünk földrajzra. Taktikai fordulat állt be a játszmában. 2 pontra van szüksége Gábornak, és ez most földrajz témakörben. György szeretné, hogyha nem tudnám megszerezni. Nem tudnám, persze. Következő kérdés. Melyik a Balear-szigetcsoport legnagyobb tagja? Majorka. Majorka. Ezt... Mint a neve is mutatja. A Majorka nagyobbacska. Menorka kisebbecske. Kisebbecske. És azt hiszem, hogy még a kettő között van méretben Ibiza. Hát most kiestem, tehát kész vége. Tehát, ez, hogy a Balear-szigetcsoportban melyik milyen sorrendben van, ezt nem tanulmányoztam mostanában, de a válasz jó, Majorka, és az azt jelenti, hogy 9-6 az állás, játszma labdája van dr. Hacsek Gábornak a 3-1-hez. Következő kérdés. Melyik vármegyénkben található Ásványráró, Dunakiliti és Pannonhalma? Győr-Moson-Sopron megyében. A válasz helyes, és végül is 10-6 arányban ezt a játszmát is meg tudta nyerni dr. Hacsek Gábor, és 3-1-re vezet. Ez megint egy jó kis fordulatos játék volt. Miért gondolta, hogy inkább áttér sportról földrajzra? Rablási szempontból. Hát ha kizökken, vagy valami? Nem, hanem hogy esetleg az elsőnél téved. Uh-huh. És ebben több esélyt látott, mert addig ugye a sportban nagyon benne voltunk. Diktálhatom utána. Uh-huh.
a következőt. Hát minden esetre most ebből a végül is be tudta húzni, hát, de meg kellett, hogy meg lehetett próbálni. Örült neki, hogy nem sport volt, hanem földrajz? Fellélegezt. Igen? Jobb? Igen. Kevésbé örült volna, hogy a sportot választ? Igen, igen, tehát én kifejezetten örültem neki. Aha. Na, ez nagyon szép, hogy ezt így meg tudjuk beszélni, már csak taktikai szempontból, és már csak azért is, mert még nincsen vége a játéknak, ugye már, és ki tudja, hogy mit fog majd hozni a folytatás, de ez is egy nagyon izgalmas, fordulatos, igazán férfias küzdelem volt, de Gábor tudta behúzni 3-1-jel, ugye? Következik az 5. játszma. Első kérdés. Melyik ország egyik tartománya Karintia? Gábor? Ausztria. Ausztria, így van. 1-0. Következő kérdés. Melyik nagy német filozófus idézi meg legismertebb művében Zarathustra perzsa vallás alapítót? György? Nietzsche. Helyes a válasz, így van. Igen szól a Zarathustra. 1-1. Következő kérdés. Melyik 1997-es filmjében vetkőzik fehér neműre Dobó Kata? György? A miniszter félrelép. A miniszter félrelép. Erre a jelenetre mindenki emlékszik, ezt nem is értem. 2-1-re vezet György. Következő kérdés. Hogy nevezték az aszkéta életmódot folytató, kuldulásból élő muszlim szerzeteseket? Gábor? Dervisek. Dervisek, helyes? Így van, dervisek. 2-2. Következő kérdés. Ki volt a Lokomotív GT alapító szólógitárosa? György? Barta Tamás. Jó a válasz, így van, Barta Tamás, 1971-et írunk. 3-2 Kémeri Györgyavára. Következő kérdés. Mi a keresztneve Pintácsi Alexandra, azaz Szandi szintén énekesként ismert nővérének? György? Viktória. Viktória, Gábor korán nyomott. 4-2-re vezet Kémeri György. Újabb kérdés. Ki játssza az Ad Astra Út a csillagokba című film főhősét, aki apja nyomába ered a világűrben? Gondolkodott-e valaki Brad Pitten? Nem. Akkor nagyon jó, de mint akkor Brad Pitt játsza ezt, ugye kinyom az, hogy mi történt az apjával. Marad a 4-2, következő kérdés. Melyik testvérpár építette az első hőlégbalont? Gábor? Montgolfier fivérek. Nagyszerű, így van, nagyszerű, kiváló. 4-3-ra Kémeri György vezet. Következő kérdés. Mit szájló mai neve? György? Sri Lanka. Sri Lanka, nézd, nincs gond a gyorsasággal. 5-3. Következő kérdés. Kinek az alakja ihlette a Mária főhadnagy című operettet? György? Lepstük Mária. Nagyon jó a válasz, így van, ugye férfi ruhába, úgy férfinak álcázta magát, és így vett részt a forradalomon, a bécsi forradalomon. 6-3, játszma labdája van Kémeri Györgynek a 3-2-höz. Következő kérdés. Melyik költünk látható a 2023-ban kibocsájtott 30.000 forint értékű emlékérmen? Gábor? Petőfi Sándor. Petőfi Sándor maga, ugye egy ezüst változat kerül 30.000 forintba, a színes film az 7.500 forintba kerül, ugye Petőfi Sándor 200 éve született, április 11-én hozták forgalomba. 6-4, továbbra is játszmalabdája van Kémeri Györgynek. Következő kérdés. Melyik állatokat üldözte ki Írországból Szent Patrik a legenda szerint? György? Kígyó. A kígyókat üldözte ki, nagyszerű válasz, 7-4-re nyeri a játszmát Kémeri György, és zárkózik 3-2-re. De ugye Hadsereg Gábornak volt egy megnyugtató előnye 3-1, de azt a negyedik játszmát muszáj megnyerni. Egyelőre az első ilyen kísérletet, lehetőséget elvette Kémeri György, és fölzárkózott 3-2-re. Az biztos, hogy rendkívül izgalmas a játék, az viszont teljesen bizonytalan, hogy ki fog nyerni egy pár perc szünet után, ez is kiderül. Újra itt vagyunk a Génius stúdiójában, ideje, hogy megtudjuk, ki jut tovább a legjobb négy közé, Kémeri György vagy Dr. Hadsereg Gábor. A 6. játszmában megint 3 témakörrel fogunk foglalatoskodni, és mivel György van hátrányban, György fogja kezdeni a válaszadást. Nézzük, hogy melyik témaköröket fogjuk tehát most gorcső alá venni. Itt a 10-ből zene, történelem és közélet, valamint élővilág témakörökkel fogunk majd foglalkozni, amivel pedig kezdünk, az az élővilág. Ma ilyesmiről nem is beszéltünk mi. Kémeri Györgyé lesz tehát a válaszadás joga. Kezdődik a 6. játék. György.
Melyik kutyafajta viselheti az angol, az ír és a gordon jelzőket is? A setter. Setter, így van, és nem sweater. Kiváló. 1-0. Következő kérdés. Melyik állatot nevezik Mátyás madárnak is? Varjó. Nem jó, Gábor? Szajkó. A szajkót, igen. A hangja hasonló a rusnya, mint a varjúé egyébként. Bár a varjú énekes madár, ő tudja. De valóban a szajkó vagy Mátyás, vagy egy nagyon szép madár, rettenetes recsegő hanggal. 1-0-ránál Gábor rabolni tudott, most viszont Györgyön áll, hogy mi lesz a témakör, ugye zene, történelmi és közélet, élővilág. Zene. Zenével. Folyton. Nem kérdezem meg, hogy miért döntött így, mert hát, ha elárul valami olyat, amit nem szeretne elárulni, majd legfeljebb utólag megbeszéljük, jó? Gábor, mi volt Póka Egon fő hangszere? Basszusgitár. Basszusgitár, ugye a Hobo Bluesbandnek volt oszlopos tagja, a zeneszerzője sajnos már nem él. 1-1, következő kérdés. Melyik magyar musicalben hangzik el a Tigris éjszakája, a Farkas vagyok és a Váj kővé című dal? Remélem ez a Dzsungelkönyve. Ez egy több mint reménykedés egyébként, valóban a Dzsungelkönyve. Helyes, Geszti Péter, Dés László. 2-1-re Gábor vezet. Következő kérdés. Melyik az a magyar zenész színdarab, amelyet olasz dalok felhasználásával írt Vajda Katalin? Az Anconai szerelmesek. Imponáló a jó válasz, az Anconai szerelmesek. 3-1. Következő kérdés. Melyik hazai balettársulat alakult meg 1960-ban Eck Imre vezetésével? A Pécsi Balett. Ez a Pécsi Balett, ez is nagyszerű válasz. 4-1. Következő kérdés. Melyik szeszes ital szerepel a Jazz meg az dalának címében a gin, a rum és a sör mellett? A bor. Ja, így, de hogy örül neki? Minden pici pontnak kell örülni. Minden pici pontnak és minden pici bornak lehet örülni. Gin, rum, sör, bor, ugye? És akkor így tovább. 5-1. Következő kérdés. Melyik állat várja, hogy kisült-e a cipó az Apart alatt című népdalban? Szúnyog. Nem, György? Béka. Nem, hát ugye ilyenkor az van, az ember elkezd énekelni, és akkor vagy megérkezik 5 másodperc alatt, vagy megérkezik 8-10 másodperc alatt, de valójában a medve várja, hogy kisült-e a cipó. Van ebben mindenféle állat egyébként, van, aki csipeget, van, aki morzsát szed meg. Három varjúkaszál. Hát az egész erdő egy nagy buzgalom, ugye? De a medve várja, hogy kisült-e a cipó. Talán ez az egyik legkedvesebb foglalkozás, várni, hogy kisült-e a cipó. Maradunk az 5-1-nél, nem sikerült rabolni, úgyhogy továbbra is Gábor gyűjthet pontokat. Ha úgy nézzük, 5 pontra van szüksége ahhoz, hogy megnyerje az egész párbajt, de azt gondolom, hogy ez azért ennél komplikáltabb szokott lenni, hogy ismerem az urakat. Következő kérdés. Melyik amerikai rock együttes dobosa volt a 2022 márciusában elhunyt Taylor Hawkins? Ez a Foo Fighters. Foo Fighters. Amiben ugye az az érdekes, hogy a Foo Fighters énekese és frontembere az a Dave Grohl, aki a Nirvánának volt a dobosa. Igen, ezek kutyulják. A Nirvana az egyik kedvencem volt, és hát a... Tényleg? Ki sem néztem volna. Érdeklődésem az utóbbi pár évben a rockzene felől erősen a punkzene, ezen belül is a kelta punkzene irányába tolódott el, úgyhogy ennek egy ilyen előfutára a Nirvana iránti szeretet. Dr. Hacsa Gábor, a kelta punkzenész, gyermekgyógyász. Igen. Jó. Sose lehet tudni, mikor lesz hasznos is egy ilyen tudás. 6-1-re vezet dr. Hacsa Gábor. Következő kérdés. Melyik Oscar-díjas színész a 30 Seconds to Mars nevű rockzenekar énekese? Jared Leto. Nagyon jó, így van, akkor ez is beletartozik ebbe az érdeklődési körbe. Igen. Igen, 7-1-3 pontra van szükség. György, azt hiszem, hogyha van rablási lehetőség, akkor muszáj lesz élni vele. Gábor. Melyik balatoni városban rendezték meg a botrányos Interpop fesztivált 1988-ban? Siófokon. Siófokon. Csak nem volt ott? Nem. Jó, volt ott minden, meg ellopták, meg szóval a botna, tehát rettenetesen sikerült. 8-1, ez most sokkal fontosabb. Következő kérdés. Hányadik emeletre viszik fel Ölben a primadonnát az LGT együttes dalában? A hatodikra. Hatodikra, így van, éneklés Somló Tamás és a küszöbön majdnem ő ájult el. Remek válasz,
9-1-re vezet dr. Hacsek Gábor, ami azt jelenti, hogy játszma és mérkőzés labdája van a legjobb négy közé jutáshoz. Következő kérdés. Melyik hangszert nevezik csőrös fuvolának és cserépsípnak is? Az okarinát. A válasz nagyszerű, a válasz jó, Gábor 10-1-re nyeri a játszmát, és 4-2 arányban legyőzi régi barátját, Téleri Györgyöt. Imponáló volt, joggal szól a vastaps a stúdióban, nagyszerű játék volt, egy olyan ellenfél ellen, akire nem szabad sokat hibázni, mert lecsap, elviszi és megcsinálja. György, most már elárulja nekem, hogy miért a zenét választotta? Vagy ez tűnt a legkisebb rossznak? Vagy? Lehet, hogy a legnagyobb eséllyel tudható témakörbe rejlik el egy olyan kérdés, ami kifog rajta. Igen, hát itt már nüanszokon múlnak. Hát persze, hogy nüanszokon múlnak, és ugye az is kérdés ilyenkor mindig, hogy oké, hogy választok neki, de tudok-e én rabolni belőle? Ez is benne volt. Gondolom, ez is benne igen. Volt a benne. Pakliban. Hú, hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és tényleg az volt a helyzet, hogy aki lépés előnybe került, az nem nagyon hibázhatott, mert jön a másik, és mint hogy volt olyan játszma, ami nagyon fordulatos volt, de ezt például most imponálóan vitte végig dr. Hacsek Gábor zenei témában, és még olyan kérdésekről is tudtunk beszélgetni, amit nem is gondoltam volna, hogy Nirvánáról, Foo Fightersről, ilyesmiről, szóval tényleg csodálatosan játszott. György, tud egy nagyot fújni? Köszönöm a játékot, nagyon megtisztelő a lehetőség, hogy itt lehettem. Azért legközelebb is fognak egy csapatban játszani, ugye? Persze, jó, amint lehet, igen. Főleg, hogyha ilyen jó a partner. Igen. Igen, annyira, ma este együtt vacsorázunk, ezt megbeszéltük az eredménytől függetlenül. És ki fizet? Nem, én fogok főzni. Jó, ugye ön fog főzni. Hát akkor egyrészt jó étvágyat kívánok a vacsorához. Van még néhány hírem, aztán döntsék el, hogy melyik jó és melyik nem annyira jó. Egyrészt Kémeri György egy meccset nyert, tehát bejutott a legjobb 8 közé 250 000 forinttal. Egészen biztosan távozhat, tehát nem üres kézzel megy el, meg hát a játék élménye. Dr. Hacsek Gábor pedig bejutott a legjobb 4 közé, ahol a garantált nyeremény 1 000 000 forint, ugye bár, de nyilván ez a döntőbe jutással vagy a végső győzelemmel lehet több is, és hát kinek lehet ízlelgetni, hogy az elődöntőben dr. Hacsek Gábor ellenfele dr. Kovács Attila lesz majd. Ó, mondják a hozzáértők, ugye, hogy ó, hát az milyen mérkőzés, de hát itt már csupa olyan csata van, amelyik egyébként akár döntőnek is beillene, de hát tudtuk, hogy a sok nagyszerű játékos közül csak egy valaki nyerheti meg ezt a géniuszok ligáját. Úgyhogy Gábor, készülhet dr. Kovács Attila ellen. Ó, én is már alig várom ezt az összecsapást, de addig még néhány mérkőzést meg kell, hogy rendezzünk ugye itt a géniuszok ligájában, a géniuszok géniuszában. Gábort visszavárjuk, Györgynek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és megtisztelt bennünket. Remélem, hogy önök is jól érezték magukat, és velünk játszanak a legközelebbi alkalommal is. Viszontlátásra! Dr. Kovács Attila ellenfele tehát Dr. Hacsek Gábor lesz az elődöntőben. A következő adásban pedig eldől, hogy Galák Botond vagy Hutnik Manó játssza be magát a legjobb négy közé. Két elképesztően okos fiatal kvízjátékos összecsapása. Vajon melyikük mehet tovább a Géniuszok Géniusza címért?